Harsányi Zsuzsanna festőművész fényképezőgépével örökítette meg Kecskeméten a régi épületek nyílászáróit, külön választva a műemléki, helyi védettségű és egyéb épületeket. A több ezer szemet gyönyörködtető változatos iparos remekről 36 fotót és 3 képzőművészeti alkotást mutat be legújabb kiállításán a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A fotó adatbankról és a kiállításról Harsányi Zsuzsannával beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Hát, hogyha a nézőket kérdezem, hogy mit tudnak Harsányi Zsuzsannáról, akkor rögtön a természeti képek jutnak eszükbe. A természet szeretete. Mi vezetett egy újabb témához, és nem is akármilyen témához? Hát ez egy különleges, kicsit személyes dolog volt. A tavalyi évben a Covid járvány idején helyhez voltunk kötve, tehát nem igazán lehetett sehova sem menni. Én a Hunyadi városban lakom, és édesanyám pedig a városközpontban, és minden nap bementem hozzá, gyalog. És útközben a Bem utcán mentem keresztül, a Bem utcán volt egy olyan épület, ami elég romos állapotban volt, viszont gyönyörű szép kapuja és kilincse van neki, és nap mint nap elmentem mellette. És elhatároztam, hogy én ezt lefényképezem, ezt a kilincset, mert téma lehet nekem a festészetemhez. És aztán kivártam, hogy mikor a legjobbak a fényviszonyok, és készítettem róla egy fényképet. És akkor elkezdtem rajta gondolkozni, hogy hát tulajdonképpen miért csak ezt az egyet, hiszen a városban rengeteg ilyen lehetséges. Ugye nemrég előtte 2020-ban jelent meg a Tiringer album, amelyben néhány, 21-nehány kilincsel és más műremekkel is találkozhattunk. És akkor kigondoltam, hogy hát akkor ne csak ezt az egyet, kettőt, hármat fotózzuk végig, hanem akkor már mindet. Mekkora területet vettél górcső alá? Először a Nagykörúton belüli területet, tehát az egész régi városrészt. Fogtam egy Kecskemét térképet, szépen felosztottam részekre, és ezeket a részeket beosztottam mindegyiket egy-egy napra. Hogy melyik nap, melyik részeket fogom végig fotózni, utcáról utcára, házról házra haladva. Nem volt furcsa neked, hogy eddig csak úgy simán elmentünk az épületek mellett, a részletek mellett, sőt, nem is nagyon szoktunk fölfele nézni, és hogy mennyi csoda rejtőzik itt Kecskemét épületeiben, épületein, homlokzatán. Ez így van, tehát én is meglepődtem rajta. Ahogy haladtam utcáról utcára, először egy pár száz kép készült el, és roppant büszke voltam magamra, hogy úristen, már mennyi képet tudtam készíteni, de aztán ennek a száma egyre nőtt, és közel 4000-es fotó adatbank lett végül is a vége. Ez nagyon-nagyon termékeny dolog, 4000, de szerintem még nehezebb lehetett a 4000-ből kiválasztani 36 képet, ami ezen a kiállításon, legalábbis fotót, ami ezen a kiállításon látható. Milyen szempont szerint sikerült mindezt megvalósítani? Végül is a kilincseket választottam, mert a nyílászárók ugye tartalmazták az ajtókat, az ablakokat, a kapukat, a vasalatokat, a kerékvetőket, a zászlótartókat, tehát elég sok minden, de a kilincsek azok valami fantasztikus műremekek. Több száz van belőlük a városba, és ezek közül választottam ki 36-ot, ami fotó, és egyet én megfestettem, egyet-egyet pedig egy-egy tanítványom festett meg. Esetleg utána néztél-e, hogy azokat a remek műveket vajon kik készítették? Erről van-e valami kutatás itt Kecskeméten, levéltári kutatás, vagy bármilyen jellegű? Hát ugye a Tiringer album, ami megjelent, az elsősorban az ő munkásságát dolgozza fel. Ugye azok, amik a könyvben is benne vannak, kilincsek, azok természetesen az enyémek között is jelen vannak, de hát az mindössze egy 20 darab, ez pedig több száz. Tehát a kutató munka az már azt gondolom nem az én feladatom lesz majd, hanem akik majd feldolgozzák ezeket a fényképeket. Hát mindenesetre egy egész terjedelmes adatbázist tudsz prezentálni. Mi lesz ezeknek a képeknek a sorsuk? Azon kívül, hogy majd gondolom lehet az interneten is utána nézni ennek az adatbázisnak. Hát először is ugye a fényképek, mikor elkészültek, az egy része volt a feladatnak. Ez ugye téli hónapokra kellett korlátoznom, hogy a fák ne takarják el ezeket a nyílászárókat, és aztán utána pedig nekiálltam feldolgozni otthon. Tehát az összes képet azt feliratoztam, nyilván megvágtam, élesítettem, amelyik homályos fotót visszamentem, újra fotóztam, tehát azért ez egy több hónapos
munka volt, és utána ezek feldolgozása szintén több hónapot vett igénybe, hiszen mindegyiken rajta van az utcaházszám, illetőleg a készítésnek az időpontja. Úgy gondoltam, hogy ez egy időkapszula. Tehát gyakorlatilag egy adott év bizonyos hónapjaiban a város összes régi épületét tartalmazza, ami szerintem a későbbiek folyamán felhasználható lesz egyrészt kutató feladatokhoz, másrészt a helytörténeti gyűjteményben is ez egy fantasztikus dolog lehet, gondoltam én. Így aztán felajánlottam két helyre is magát az adatbankot. Egyrészt a városnak. A városnak van egy térinformatikai rendszere, ami egyébként a kiállítás megnyitón bemutatásra is kerül, és ebbe a térinformatikai rendszerbe feltöltötték ezeket a fényképeket, és bárki megnézheti. Másrészt pedig a Katona József Múzeumnak ajánlottam fel további kutatási céllal. A város főépítészét is gondolom megszólítottad ezzel a témával, ezzel az anyaggal, mit szólt hozzá Öveges Lászlóval. László. Így van. Igen. Megbeszéltem ezt az egészet, tehát amikor a nyilázárókat lefotóztam és készen voltam velük, akkor leültem vele és kérdeztem, hogy tulajdonképpen mire lehet ezt használni. És akkor tovább gondoltuk a témát, ugyanis a városnak van egy a műemléki épületeket és a helyi védettségű épületeket tartalmazó már meglevő adatbankja, ami nagyon részletesen bemutatja ezeket az épületeket, és ezekhez tartozik egy fotodokumentáció is, de ezek részben régebbi fényképek. És akkor megbeszéltem a Öveges László úrral, hogy még egyszer végigmegyek ezeken az épületeken. Egyébként több mint 300 helyi védettségű épületünk van, és ehhez jönnek még a műemléképületek, és nem csak a nyilázárókat, hanem a homlokzatokat is végigfotózom abban a jelenlegi állapotában, ami ugye a tavalyi évben volt. A beszélgetésünk elején mondtad, hogy tanítványaid is szeretettel jelenítették meg fotó alapján ezeket a nyilázáró részleteket, kilincseket és így tovább. Én azt gondolom, hogy mivel hogy vérbeli pedagógus vagy, valami más célzattal is történt mindez az adatbázis elkészítése. Igen, úgy gondolom egyrészt művészeti szempontból egy feldolgozható, nagyon is szép alapanyag. Egyébként felnőtt tanítványaim vannak, akik ezeket feldolgozhatják, illetőleg részben fel is dolgozták már. Másrészt meg azt gondolom, hogy hogyha megjelenik a térinformatikai rendszerbe ezek a feltöltött fotók, akkor az iskolák is használni tudják majd. Akár egy helytörténeti verseny kapcsán. Lehet nekik olyan feladatot adni a gyerekeknek, hogy keressék meg ezeket az épületeket, vagy keressék meg ezeket a részleteket. Próbáljanak nyitott szemmel járni, hát ha jobban megismerik és megszeretik a városunkat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és hogy egy ilyen gazdag anyaggal örvendeztetted meg Kecskemét polgárait, meg a fiatalokat. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.